Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítésére és élénkítésére is pályázhatnak majd a vállalkozások, a keret 5 milliárd forintos. A támogatás a tavaly indult kárpátaljai gazdasági fejlesztési program része, a gazdálkodó szervezeteket a Magyar Nemzeti Kereskedőház is segíti. A kormány tavaly indította el a 30 milliárd forintos keretösszegű kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja a kis- és középvállalkozások határon átnyúló fejlesztése. Folytatódik a EGAED-e gazdaságfejlesztési terv Kárpátalján, ami az elmúlt évben indult. Tavaly 2 milliárd forintnyi visszanemtérítendő támogatás került felhasználásra, több mint 1100 vállalkozás kapott támogatásokat a kis- és középvállalkozók, a mezőgazdasági termelők és a turisztikában vállalkozók. Ebben az évben az jelentős mértékben meg fog növekedni, 5 milliárd forintra fog növekedni ez a keret, illetve beindult egy 20 milliárdos kedvezményes hitelprogram, ami a nagyobb integráló szerepet felvállalni kívánó vállalkozások támogatását célozza. A tavaly év sikeresen zajlott, most egy új folyamat kezdődik, és ebben különösen érdekes lesz majd az, hogy hogyan tudjuk lebonyolítani megfelelőképpen a hitelprogramot, hiszen a ukrajnai magas kamatszintek miatt nem lesz ez könnyű feladat. Azonban már is megvannak az eredmények, hiszen elindult egyfajta gazdasági pezsgés a kárpátaljai magyar vállalkozók körében, ami reményt ad arra, hogy elindul ez a fejlődés, és több munkalehetőség jön létre, és pozitívan fogja befolyásolni kárpátaljai magyarság megmaradásának, otthonmaradásának az esélyeit. Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes, kulturális, gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket a határon átnyúló pályázatok segítik. Az elmúlt időszakban 8000 milliárd forintot fordíthattak erre a programra, mondta el a miniszterelnökség helyettes államtitkára Perényi Zsigmond. Örömmel mondhatjuk, hogy Magyarországban sikertörténetként tekinthet az magyar program. Sajnos azonban nem mindig volt ez így. Az előző 2007-2003-as fejlesztési ciklusban sportnyelven szólva a sírból hoztuk vissza a győzelmet, azaz a teljes valásfejlődést. Amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az ország irányítását, olyan rosszul állt a fejlesztéspolitikai intézményrendszer, ez az egész pályázati struktúra, hogy Brüsszel legalább 30%-os forrásvesztéssel számolt Magyarország tekintetében. Ez több mint 2000 milliárd forint elvesztését jelentette volna, ekkora összegjelentve most a magyar gazdaságból. A Kárpát-medencei magyarságot gazdasági szempontból is támogatni kell. Ez egy új politika. Ezt Magyar Levente mondta a találkozón, aki hozzátette, a Kárpát-medencében magyarként csak úgy lehet megmaradni, ha az ott élő magyarok gazdaságilag is megerősödnek. A gazdaságfejlesztési források a vajdasági, a mezőségi és a kárpátaljai vállalkozásokhoz, agrár és ipari vállalkozásokhoz kerülnek 2020-ig. A támogatások az erre a célra létrehozott alapítványokon, intézményrendszereken keresztül jutnak el a kedvezményezettekhez. Körülbelül 140-150 milliárd pénz mozdult meg erre a célra, tehát mintegy fél milliárd eurót sikerült megmozgatnunk, és ebből a pénzből hatalmas léptékű, soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg sorra határon túli magyar területeken. A délvidék legdélebbi pontjától egészen a kárpátaljai hágókig, és Erdélytől, Kézdivásárhelytől egészen Pozsonyig. Ez egy új politika, ami korábban nem létezett, de mi azt valljuk, hogy a magyarként való megmaradásnak az egyik legfontosabb feltétele, hogy legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is megalapozott a kisebbség idét. Legyen perspektíva, és az a súlyos kihívás, ami az elvándorlás formájában sújtja határon túli területeket, és az a gazdasági helyzet, ami szintén jelentős mértékben a magyar kisebbségeket sújtja határon túl, ezt meg tudjuk haladni azáltal, hogy egy valós, kézzelfogható megélhetési perspektívát kínálunk a szülőföldön. A gazdálkodó szervezeteket a Magyar Nemzeti Kereskedőház is segíti, amelyhez 2016-os indulásuk óta már 4000 vállalkozás csatlakozott. A tavaly évben nyitottak meg azokat az irodákat, amelyek arra hivatottak, hogy a Kárpátalján is megtaláljuk azokat a magyar vállalkozókat, akiket be tudunk csatornázni a
nemzetközi vérkeringésbe. A tavalyban 1,5 millió eurónyi üzletet tudtunk hozni ebben az együttműködésben, ami azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény ahhoz képest, hogy nem régen kezdtük meg ezt a munkát. Fontos eredmény az is, hogy minden olyan szolgáltatást, ami a kereskedőház rendelkezésére áll, ebben ezt a Kárpát-aljai és valamennyi határon túli magyar vállalkozás számára is elérhetővé tettük, vagyis lehetőségük van a cégre szabott exportfejlesztési akciótervet kapni, vagyis tudnak fókuszálni, hogy milyen országba, távolabbi országba érdemes majd elindulniuk. Fontos az, hogy bármilyen kiállítás üzleti fórumra ugyanúgy el tudnak jutni, és fontos az, hogy ebben a magyar-magyar együttműködésben akár megtalálni azokat az integrált projekteket, amiben akár összefogva közös termékfejlesztéssel tudnak távolabbi piacokra eljutni. Egy-egy méretgazdaságosság szempontjából ez nagyon sokszor sokat számíthat. Közel 60 országban vagyunk, hiszen ezekben az országokban mindenhol más a versenyképes. Nyilván ez függ attól, hogy mire van szükség, milyen versenytársak vannak, hogy akár mennyire távoli országról beszélünk, hiszen mondjuk egy Dél-Amerika vagy egy Távol-Keleten a termékek mellett egy-egy technológia is fontos szerepet kaphat, a tudás, a know-how, amiben azt gondolom, hogy fontos szerepünk van, hogy eljutassuk ezeket a termékeket, technológiákat ezekben az országokban. A kereskedőház úgynevezett állami exportfejlesztőként működik, de nem csak a magyar termékeket értékesíti, hanem például a technológiai fejlesztésekben is segítséget nyújthat. A kereskedőház amellett, hogy segít egy-egy terméket bevezetni a külpiacon, megismerteti a terméket előállító cégeket is. Tanácsaikkal pedig hozzájárulnak a vállalkozások exportnöveléséhez.